Ez itt a Faggatóra, jó estét kívánok! Bizonyos, hogy fontos irodalom népszerűsítési felületet jelentenek a különböző online közegek, olyanokhoz is eljuthatnak irodalmi tartalmak vagy hírek, akik maguktól soha nem keresnének ilyesmit. Sándor Zoltán író, a Vajdasági Sikoly főszerkesztője azt írja a kolozsvári Helikon egyik januári számában, nem mondok újat, ha azt állítom, hogy az online nyilvánosság és közösségi média teljes mértékben megváltoztatta szokásainkat. Lehetetlen, hogy mindez ne hasson ki az irodalmi befogadására, az irodalom terjesztésére és magára az irodalmi alkotásra. Így van ez? Kérdezem Zsidó Ferenc írót, az e-irodalom portál szerkesztőjét és Bálint Tamás költőt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek Udvarhelyről. Köszönjük, mi is, hogy itt lettünk. És itt vagytok, fiatal emberek. Mindenek előtt arról, hogy egy irodalmi portálnak van-e, lehet-e helyhez kötött identitása, egy olyan szerű identitás, mint mondjuk, amilyen van a régi hagyományos folyóiratoknak. Mindez csak most, hogy Székelyudvarhely felemlegetése kapcsán ötlött hirtelen fel, hogy tényleg van-e egy portálnak identitása? Értelmezésünk szerint van egyértelműen, és nem csak az éter, nem csak az a mi helyünk, hanem mi tudatosan felvállaljuk az erdélyiséget. Az a kicsi ebetű, az nálunk nem csak azt jelenti, hogy elektronikus, mármint hogy internetes, hanem azt is, hogy erdélyi. De ez olyan talányosan van odatéve, ez az ebetű. De ha rákérdeznek, akkor vállaljuk. Látod, én erre nem is gondoltam volna, hogy az ebbe benne van az erdély is. De jó, jó az ötlet és jó az elképzelés. Tamás, te? Meg másfelől ugye azért is földrajzilag is behatárolt a működése a portálnak, mert mivel sokkal több a lelkesedés benne, mint az anyagi források, ezért rá vagyunk utalva, hogy ahonnan munkatársakat találunk, mondjuk Kolozsvár, vagy Udvarhely, vagy Csíkszered, akkor jellemzően több a hír, a tudósítás, a beszámoló, így az oldalra felkerülő anyagok is mindenképpen erdélyi vonatkozásúak. Na de hát ugyancsak Temesvárról, Szatmár Németiből bárhonnan felkerül hír. Egyébként hírlik, hogy Szatmár Németibe indul egy negyed évente megjelenő lap Sugárút címmel. Na és akkor vegyük sorba. Nagyváradon ugye megjelenik a Várad, Kolozsváron a Helikon, Marosvásárhelyen a Látó, Csíkszeredában a Székelyföld. Na akkor ezek hagyományos nyomtatott folyóiratok, ugye? Akkor mondjátok el nekem, hogy találtatok rést magatoknak? Egy internetes portál hogy talál rést magának a Prérin? A rés az adott volt, és nagyon nyilvánvalóan. Én magam, amikor rádöbbentem, hogy ezelőtt szűk 4 évvel, mert ennyi ide alakultunk, amikor rádöbbentem, hogy Erdélyben még nincsen internetes portál, irodalmi portál, úgy fölkiáltottam, de hogy az ördögben, mert Magyarországon már megvolt az a 3-4 akkor is, és azóta még született további 3-4, de Erdélyben nem volt egy se. Most meg már nincsen csak a miénk, mert másra már nincs szükség, ugye? De ezt nyilván visznek szántam. De jó szimatotok volt egyébként. Szinte magam sem értettem, hogy nem találta ki ezt korábban valaki más, de mivel nem találta ki, hát akkor nyilván mi lecsaptuk a labdát. Meg ugye a nyomtatott lapoknál rugalmasabbak vagy lehetünk, meg gyorsabban kerülnek fel az anyagok. Igen. Meg nem kimondottan irodalmi témájú dolgok, hanem híreket, beszámolókat, bármi, interjúkat. Van-e tudomásotok, felmérésetek, vagy egyéb, hogy is mondjam, ilyen szakmai igénnyel felállított rendszer, adatrendszeretek az erdélyi magyar elektronikus kulturális médiafogyasztási szokásokról. Ilyen végeztetek valami előzetes felmérés, vagy vágjunk bele, mert biztos, hogy kattintónk lesz elég. Előzetes felmérés nem végeztünk, olvasni azonban olvastunk, mert hát a Transindex is végezett korábbiakban hasonló felméréseket. Mi olyan értelemben biztosra mentünk, hogy mivel még nem volt, éreztük az igényt. Tehát ilyen kis blokk kezdeményezések léteztek csupán, és azoknak is nagy volt az olvasottsága, és egyértelműen hiányzott egy olyan orgánum, ami egy picit úgy összefoglalja az egészet. És emlegetted az imént a nyomtatott lapokat, és azt, hogy mi hogyan viszonyulunk ezekhez. Szemlézzük mindegyiket,
a Váradot is, a Látót is, a Székelyföldet is, a Helikont is, és ez azt is jelenti, hogy a kapcsolatunk nagyon szerves. Nyilván mi dinamikusabbak vagyunk, mert egyebet is tudunk hozni, mint amit a kimondottan irodalmi lapok, de a szerzőgárda az valamennyire födi egymást. Tehát ugyanazok a szerzők, akik az említett nyomtatott lapokban közölnek, azok közölnek nálunk is irodalmat, csak nálunk ezen kívül megjelennek még hírek az illető könyvbemutatókról, helyszíni tudósítások, interjúk. Azért ilyen szempontból előnyben vagytok a havi rendszerességgel megjelenő irodalmi folyamat íratokhoz képest, hiszen tényleg ott vagytok hírrel, ott vagytok a tárcával, ott vagytok novellával, akármivel, ami éppen kell. Na most, mielőtt még nem léteztetek volna, hát ó, magam is, és gondolom, hogy ti is így vagytok ezzel, hogy szinte naponta rákecintettünk a litera.hu-ra, aztán a Librariusra, aztán könyvesblogra, mindenre. Na, aztán, hogy megjelentetek, hát persze ezek magyarországi portálok, ugye, akik hát lehet, hogy hajlamosak elfeledkezni rólunk, vagy esetleg nem figyelnek oda, vagy különféle okok miatt. Na, aztán megjött az irodalom, és gondolom, hogy már tudjátok mérni az olvasottságotokat, ugye? Sőt, azt szükséges is mérnünk, mert pályázatokból élünk, és az illető alapítványok azok elvárják, hogy pontos beszámolókat készítsünk. Ezt nincs mit misztifikálni. Létezik egy általunk is használt Google Analytics nevű forgalommérő szoftver, ami méri a napi látogatottságot, és ez nálunk éves átlagban napi 120 látogatót jelent. Na, ez most kevés, vagy tűrhető? Szerintem irodalmi portálhoz... De soknak nem sok. Irodalmi portálhoz ez egy nagyon jó eredmény, mert ez éves hűsaszorzásban több mint 40 ezeret jelent, ugyebár. Lehet, itt kellett volna mondjam, és akkor ez jobban hangzott volna. Mert hát itt nem hírportálról beszélünk, hanem irodalmi lapról. Hányan olvasnak irodalmat? 120 ember, hogyha irodalmat olvas Erdélyben naponta, ez nem is olyan rossz arány, hidd el. Abszolút. És nem... Hát meggyőztél, tényleg így van. Különben a korábban emlegetett lapoknak nagyobb valamivel a látogatottsága, de nyilván a célközönsége is nagyobb, valamivel talán régebbiek is. Most negyedik évesek vagyunk mi. Egy ideig tipródtuk azon, hogy hogyan lehetne még emelni a látogatottságot. Most meg azon vagyunk, hogy nem kell emelni. Mm-hmm. Tehát, hogy mert inkább mértékadóak próbálunk lenni, tehát inkább csak a már ismert, befutott szerzőket közöljük, tehát nincsenek nálunk például kommentelési lehetőségek, nem jelentetünk meg pályakezdő szerzőket, tehát nem alakulnak ilyen kis adok-kapok, kis viták, amelyek esetleg növelik az olvasottságot, hanem mivel mi vagyunk az egyetlen lap, azt hiszem, hogy kutya kötelességünk, hogy mértékadónak lenni irodalmi, tehát internetes irodalmi szempontból Erdélyben. Igen. Miért nem közöltök? Ez meglepett egyébként, amit mondtál, hogy pályakezdőket nem fogadtok a portálon. Fiatalokat igen, volt azért, igen, közbe-közbe interjúkat is készítek, kötettem igen. Még nem rendelkező fiatal szerzőkkel, meg még annyit... De mi a ráció benne, hogy nem közöltök? Gyakran, vagy túl gyakran, hadd fogalmazzak. Eleve kevés kezdő szerző keres meg. Igen? Viszont aki vállalja, beszél, úgymond összeállít egy csomagot és elküldi e-mailben, vagy a Facebookon, bármilyen formában nekünk a verseit, azt mindig elolvassuk, és mindig véleményezzük. Tehát volt olyan, aki soha sehol nem közölt azelőtt, és mi annyira jónak találtuk az írásait, hogy felraktuk a portára, meg persze az is megesik, amikor építő jelleggel, de azért megírjuk, hogy ez még nem érezzük úgy, hogy megütni azt a szintet, de a továbbiakban is ne szegjük a kedvét. Pontosan. Tehát, ugye? Volt rá példa többször is, de eleve nem keresnek meg sokan, tehát úgy azt mondom, hogy havi egy-két ilyen
ifjú jelentkező van, aki... Igen. De ez azért van, mert olyanok lettünk mi struktúra szempontjából, amilyenek, tehát, hogy... Értem. És akkor ez hogy működik? Hát kérdezzem meg, hogy naponta, vagy hetente legalább egyszer fölveszitek a telefont, és leszóltok az irodalmi jelenhez, vagy a látóhoz, vagy mondjatok már valami hírt, hogy tudjuk közölni, vagy elküldik nektek már. Mert hogy tudják, hogy vagytok. A lapokat az utak elküldik azért. Igen. Küldik a szemléspéldányokat. A szemléspéldányokat, igen. Az nagyszerű. Ha kívül... ez még működik egyáltalán. Igen, hogy, ez nagy hogy, szó. Hogy elküldik. És azon kívül aztán logni kell a neten, mert hát ez is netes, és a többi hírt onnan szedjük össze. És elég kicsi azért az erdélyi irodalmi prérit, tehát hogyha valahol valamilyen irodalmi rendezvénykönyv bemutató van, azért az általában eljut. De tényleg napi rendi ponton vagytok azért általában. Igyekszünk, igen. Nagyon napire. Minden nap frissül a minden nap frissül, napi körülbelül két anyaggal. Meg még a látogatottságot annyival kiegészítettem volna, hogy van komment lehetőség is, tehát azért a Facebookon keresztül is nagyon jól látjuk, hogy mi az az átkattintottság, meg melyik azok a címek, amelyek inkább vonzák a törzs közönséget. Ugye általában a törzs közönség, aki a Facebookon is lájkolója az oldalnak. És ott azért van megosztásokra, meg kommentelésre is lehetőség. Magyarországi vagy Kárpát-medencei érdeklődést tapasztaltok, vagy... Továbbra is a Google Analytics-re hivatkozva, 65% Erdély, 25 Magyarország, és a töredékek azok a nagyvilág. Azért viszonylag rövid idő alatt befutottatok, hadd fogalmazzak így, hiszen ott látom azért az erdélyi irodalom, kortárs irodalom színe javát, elkezdve Bogdán Lászlótól, stb. Folytathatnám. Ott van mindenki, aki számít. Igen, mert ez volt a meghirdetett cél, és ezt nem csak üres lózunknak szántuk, hogy szekértáborokon felül mindenki ott legyen. Értem. És a szekértábor, ha már szóba hoztad, egyébként gondolkoztam azon, hogy ezt fölvessem. Hát persze, biztosan deklaráltan nincs nektek ilyen kitételetek, hogy most jobboldali vagy baloldali, liberális vagy népnemzeti, keresztény, demokrata, vénájú vagy felfogású író az hozzánk ne is közelítse. Hiszen itt már, nem tudom, sajnos, nem sajnos Erdélyben is megjelentek ezek a szekértáborok. Tehát azért ez el is felejtitek, hogy egyértelmű. Ha megfigyelted, igen. Kicsi ez az erdélyi székelyföldi irodalom, az, hogy még tovább osszuk, megaprítsuk. Igen, így van. Ott vannak a váradosok, a látósok, a székelyföldesek, tehát mindenki, aki Erdélyhez kötődik, és esztétikailag minőséget szállít. Tehát inkább csak ilyen szempontunk van, és úgy gondoltuk, hogy szűkítésnek ez elég, hogy Erdélyhez kötődő legyen valamilyen értelemben. Nyilván közlünk mi olyanokat is, akik már rég nem Erdélyben élnek, de Erdélyhez kötődnek valamilyen értelemben. Képpen... De ez a kulcs szó. Igen. Beszélnétek nekem most arról, hogy... milyen viszonyt tudtatok kiépíteni, vagy milyen viszonyban álltok az EMIL-el, tehát az Erdély Magyar Írók Ligájával? Valamiféle feladatot fölvállaltok tőle, hogy az írószervezettől, vagy mindenki... Hát a rendezvényeiket minden esetben népszerűsítjük, be is számolunk utólag is róluk. Ilyen igen. Formai... kapcsolat nincsen, tehát ilyen hivatalos együttműködés, de... De nem kellene legyen? Nem kellene lennie? Azért, mert az is Erdély, és ez is Erdély. Nyilván hát adja igen, magát. Nyilván adja és magát, mi magunk persze. Is EMIL tagok is vagyunk. És jók a szakmai kapcsolataink az EMIL-lel, de nem kizárólagosak. Tehát az eirodalom.ro-t egy másik szervezet működteti, az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, amelyik a legrégebbi irodalmi szervezet, bár kicsi szervezet, de a legrégebbi Erdélyben, és igyekeztünk mi mindenkivel nyitott kapcsolatot ápolni. Azt is elmondhatjuk szerintem, hogy az EMIL-lel a legszorosabb a kapcsolatunk. No, hát akkor... De informálisan. Tehát informálisan, nincs, értem, igen. Egy Wikipédia szócikket olvasok. Zsidó Ferenc, Székely udvarhely, 1976. szeptember 27. Erdélyi magyar író, szerkesztő, műfordító, dramaturg, néprajzkutató.
Ez egy szócikknek elég is lenne, szerintem. Hányadik prózakötetednél tartasz, mert azért szociográfiai írásaiddal néhol találkoztunk, sőt, még össze is futottunk annó, de látlak magyarországi folyóiratokba, Forrás kiváló folyóiratba. Hogyan szólítsak? Írónak, dramaturgnak, tanárúrnak? Lehet ezt így bírni? Igen, ez így talán kicsit kuszának tűnik, meg túlszertágazónak. Én elsősorban prózaírónak gondolom magam, de hogy az leszek-e, az még mindig ezután dől el szerintem. Három kötetem van, és a 40-et most szerintem rúgom. Ez már rég eldőlt. Nem. Szerintem a prózaíró esetében egyértelműen 40 után dőlnek el a dolgok. Én így gondolom, bár születtek 30-as évek benni szerzőknek is nagy művei, Szilágyi István például a Kőhullapadó kutatban, amikor írta, akkor csak 30-valahány volt, és máig is talán az a legelismertebb regénye. Én úgy gondolom, hogy a 40 utániak lesznek a mérvadóak. A magam eddigi könyveit nem tartom talán többre, mint tollpróbáknak. Na, ez meglepett. Néhány évvel ezelőtt itt voltál Marosvásárhelyen egy könyvásáron, és emlékszem, hogy Gáfalvi György irodalomtörténész mutatta be a kötetedet. Jól emlékszem, ugye? Igen. És akkor határozottan mondta, hogy íme itt egy íróember. Az volt a debütkötetem egyébként. És a debütkötetet. Azóta két könyved ez a harmadik kijött. Igen, a Laska Lajos Zsidó Ferencnek ez a harmadik kötete. Hát mit kell tudni erről a könyvről? Hogy egy perces novellákat, vagyis egy ilyen rövid prózát tartalmaz, az humoros, játékos, laza kis szövegecskék, amelyek elsősorban szórakoztatni akarnak. Szórakoztatás mögött esetleg még egy kicsi valami csavar is legyen. Regényben nem gondolkozol? Hiszen a kiadók állítólag most már a regényre utaznának inkább, és... Elvileg írok... Én biztos vagyok benne, hogy ott a fiú. Kettőt is, igen. Csak a már felsorolt feladatkörök, meg a három kisgyerek mellett nincsen olyan túl sok effektív időm erre, de ez így... Hát az írónak legyen ideje. Így van, a 24 órát valahogy megtolja még kettővel. Igen. Mert az író az csodákra képes. Így van. Menjünk tovább. Bálint Tamás. Nappal közgazdász, este költő. Így van. Verses kötetei díjesővel üdvözölte a szakma, megkapta a Kommunitás Alapítvány alkotói ösztöndíját, találtó irodalmi nívódíját, makói medáliák díját, Széke János költészeti ösztöndíjat. Ez így indulásnak nem rossz, és akkor már tele van a vitrin nemesi levelekkel, nem? Én nagyon-nagyon jól esik minden elismerés, meg bátorítás, meg plusz motiváció, hogy akkor érdemes ezen az úton tovább lépkedni. Tamás, kicsit szűkszavú vagy, nem? Ilyen visszafogott ember vagy amúgy csak? Egyébként is, igen. Ezt nem pejoratíve mondom. Mert... Igen, aki ismer, az tudja, hogy nem. Nagyon jól esik, hogyha valaki elismer, vagy rákérdez, de nem szoktam két fél téglával döngetni a mellem, és előtérbe tolni magam, csak ha rákérdez valaki. Értem. A kötetet, a címe az eleve remek, Love Story. Ez egy verses regény. Egy verses mini regény, igen, egy kis regényke. Divatos mostanában a verses regény, hiszen Térei János is megírta nemrég a Jégkorszak Budapesten talán. A legkisebb Jégkorszak. A legkisebb Jégkorszak. Bálint Tamás megírta a Love Story-t. Ez most miért érdekes? Ez olyan szempontból érdekes, hogy illetve maga a alapötlet, a katalizátor, ami kiváltotta bennem ennek a elkezdését, meg ezen való gondolkodást, az a Puskinnak az anyeginje, illetve az anyegin újraolvasása volt, amit középiskolás koromban bár átolvastam, de nem igazán értettem meg, és néhány évvel ezelőtt újra kezembe akadt, és akkor döbbentem rá, hogy az tényleg a világirodalomnak egy olyan klasszikus, ami méltán van ott, ahová helyezik a kritikusok és az olvasók.
És arra gondolva, hogy ez még hozzám hasonlóan sok fiatal ne menjen el mellette, gondoltam, hogy hát ebből egy feszesebb, maibb, rövidebb, könnyebben emészhető összefoglalót lehetne írni, vagy egy parafrázist, egy mai változatot. Ez volt a kiváltó ötlet. Végül egy teljesen új mű született belőle, de nagyon sok utalást tartalmaz az anyagénre, meg az volt az alaptörténet, amin elindultam, és elkezdtem gondolkodni. Mindenesetre, ahogy soroltam, itt hát díjból már van elég, tehát a szakma meglehetősen élénken, és hát mondjam úgy, hogy elismeréssel fogadott. Ez hogy esik egy induló, ne mondjam induló, egy fiatal embernek, egy fiatal költőnek? Nagyon-nagyon jól esik. Tehát ez oda kell figyelni a kritikára? Oda. A pozitívra is, ugye, ami igen, megerősíti az ember, de az építő jellegű negatív kritikákra is tényleg lehet tanulni. Én valóban egyébként mindenféle kritikából lehet tanulni. Feri, te már idősebb vagy. Erre egyet legyintenél, nem? Oda kell figyelni a kritikára, vagy nem kell odafigyelni? Meg kell csinálni az ember, ami benne van az emberben, azt ki kell hozni. És egyébként én inkább a fajtársaknak a véleményére adnék. Szép, arra esküszöm, hogy azt a néhány szöveget, amit megírok, azt általában elküldöm annak a két-három, esetleg négy fajtársnak, prózaírónak, akiről úgy gondolom, hogy a véleményére adhatok, és akkor ő ha megmondja, hogy ez itt jó, Feri, vagy ez nem jó, vagy ez, akkor az már elég. És utána, hogy mit mond a kritika, az már tőlem már független, és akkor onnan az már nem is olyan. Értem. És akkor, hát gondoltam fel, van ilyen irodalmi összejárás? Elég sokan gyakorolják ezt a fajta belső cenzúrát. Én a feleségemmel kezdem, és akkor ezt a pár, magyar szakos tanár a feleségem, az első számú házi kritikus, és akkor utána ezt a néhány fajtársi belső kritikát, és elég jó kiszűri szerintem a... Érdekes. Ez azért alakítottam én ki magam, mert az első könyvem esetében ez teljességgel hiányzott. Az egy körülbelül 3 hónap alatt megírt regény volt, 24 évesen, amit utalsz, hogy Gálfavi Gyurka bácsi úgy harangozott be, hogy ezzel valaki most érvényes, igen, nem tudom. Érvényesen. És szerintem érvényesen egy nagyon elsietett könyv volt. Tehát, hogy ki lehetett volna belőle hozni valóban, tehát hogy lehet, hogy benne van a jó könyv valahol, de egy nagyon elsietett valami volt, mert hát, hogy kész kellett legyen a könyvvására, stb. Értem. Tudod, hogy a kiadók is hogy működnek, a fiatal embernek is a lelkesedése, és utólag azt látom, hogyha többet csücsültünk volna rajta, akkor jobb lenne. És azóta én aztán csücsülök. Nem is írok, csak csücsülök. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Mi is köszönöm. Önökkel 2 hét múlva a megszokott órában találkozunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.